A programok tekintetében a június-júliusi időszak kissé uborka szezonnak számít, hiszen sokan ezt az időszakot választják a pihenésre, kikapcsolódásra. Egy-egy esemény azért akad ilyenkor is, ezekről készítettünk most beszámolót önöknek. A tartalomból röviden. Immár hagyományosan a Helytörténeti Egyesület kiállításával nyílt meg a Szent Iváni Napforduló Fesztivál. Zene, tánc, ének, több napon, több helyszínen zajlott a Napforduló Fesztivál. Összefoglaló a Vörösvári Képviselőtestület legutóbbi rendkívüli és rendesüléséről. Természetesen lesznek hírek, és azért néhány programot most is ajánlunk. Tartsanak velünk ezen a héten is! Ebben a török háború utáni időszakban ugye azt is megállapítottuk, hogy a délszláv lakosság már egy rendes faluképet, kialakított faluképet hozott létre ezeken a területeken, ahol a későbbi németek élnek, tehát az is lényegében az a legendát is meg lehet dönteni, hogy itt nem volt előkészítve, vagy tulajdonképpen egy pusztai... Testvérek, Szent Háromság vasárnapját jöttünk össze megünnepelni, egyben Solymárra való betelepülést is, amelyben solymári felmenők... Azért hadd mondjam el ezt, hogy a képviselőtestületre lehet ezt mondani, hogy a testület hozta meg ezt a döntést, hogy a közpark legyen ez a terület, de akárhogy is nézzük, laikusok, civil emberek vagyunk. Ennek a szabályozási tervnek egy tervezője van, egy szakember. A szakembernek kötelessége minden olyan döntés, ilyen súlyos döntésnél. Bár én is velemettem volna a Pilvaxba. Miért is születtem nőnek? Ha férfi volnék, nem kellett volna otthon ülnöm, és ölbetett kézzel várnom, hogy mások harcolják ki a szabadságot.